ugye előadni zenét, meg gyakorlatilag ez olyan, mintha egy műsort vezetnél, vagy valami hasonlót csináljál, riporteri szerepkör, az teljesen más. És hát igazából ma csinálok ilyet másodjára. És tetszik, el tudod képzelni magad majd későbbiekben is ilyen pozícióban? Nehezen. Azt hiszem, hogy nehezen. Biztos van olyan, ami érdekes számomra, és akkor kipróbálom, de egyébként annyira nem hiszem, hogy én leszek a jövő óriási nagy tévés szereplője. Milyen visszajelzés kapsz a rajongóktól? Tetszik nekik ez a dolog? Abszolút. Nekik pozitív. Pozitív. Azt mondják, hogy legalább így jobban és őszintébben el tudom mondani, amit gondolok. El is szoktam. Adásban erre nem mindig van idő, de online-ban azért el szoktam mondani bővebben is a véleményemet a dalokról. Mostani fordulóban kit tartasz esélyesnek? Huha. Joni. Kálai. Bogi. Remélem a Belmondó. Ez megy. Hűha. Mondjuk Henny. Kik vannak még? Nem tudom. Sok mindentől függ. Az ikreket azért tartom esélyesnek. Én nem a dal miatt. Főleg. Mert nem, ez nem az én, egyszerűen nem az én világom. Viszont mert ők ikrek. Tehát, hogy kíváncsi vagyok, hogy mennyire fog ez átmenni a nézőknek, hogy ikrek, de jó. De hogy akárki lehet esélyes egyébként. Tehát tavaly sem arra számoltak az emberek, hogy majd én fogok nyerni. És mégis én nyertem.